Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, a második kérdés, hogyan érzi magát, a harmadik kérdés pedig, hogy mit fog tenni irányodba. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható a képen a válasz. Vagy te vagy ilyen szomorú jelenleg, és ő ezen elgondolkozik. Vagy azt is jelentheti ez a kép, hogy nála vannak álmatlan éjszakák, töpreng valami felett, nem érzi jól magát. A második kérdés úgy hangzott, hogy milyenek az érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Itt látható a képen ez az érem, ez lehet az ő anyagi helyzete, de mások figyelgetik őt, tudni akarják, hogy mennyi pénze van. Lehet, hogy ki akarják használni. A kép jelentheti a munkahelyét is, ő szorgalmas, itt dolgozik, mások figyelgetik őt, hogy mit csinál, nagyon kíváncsiak, lehet, hogy irigyek is. Szerintem emiatt töpreng ilyen sokat. A harmadik kérdés úgy hangzott, hogy milyen lépéseket tesz irányodba, az itt jelenik meg, ennél a kártyánál. Itt látható a lovas hintó, ha te egy hölgy vagy, akkor te irányítod most a dolgokat, de ő követ téged. Lesz mozgás, lesznek változások, lesz egy új irány. Azt is jelentheti ez a kép, hogy szeretné, ha te közelednél hozzá, ha meglátogatnád őt, hiszen te fogod őt most vigasztalni. Vagy lesz itt egy közös irány, ezt majd megbeszélitek egymással. Itt ez a kártya középen jelenti azt, hogy mi fűz össze benneteket. Itt látható a ház. Ez utalhat az otthonra, a családra, vagy egy látogatásra, vagy egy meghívásra, de jelenthet egy új irányt, egy új kezdetet, mégpedig egy közös jövőt, egy közös otthonnak a kiépítését. A ház az jelenti azt is, hogy ő óv téged, itt megvan a stabil párkapcsolat. Ha vannak közös tervek, amit szeretnétek megvalósítani, akkor az ki fog épülni. Tehát itt jók az alapok. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!